Sziasztok, Svet Zsolt vagyok, a Tech Videót nézhetek innen a 2017-es Mobile World Congressról. Nagyon egyedi, érdekes terméket fogunk bemutatni most nektek a JBL-től, méghozzá, ami a Soundboost nevet kapta. Ez a Moto Z Play telefonhoz egy modul, amit egyszerűen csak a hátára, az itt látható csatlakozók segítségével, illetve mágnessal csak felcsatlakoztató. Látható, hogy fel is tapadt a hátuljára, és ez nekünk egy extra modul lesz, egy hangszóró modul, amit tudunk majd használni. Ezt nem kell semmilyen szoftveres formában csatlakoztatni, szóval nem kell Bluetooth segítségével csatlakoztatni a két készüléket, hanem már is így tudjuk is egyből használni. Ha megnézzük a terméknek a kialakítását, akkor van itt egy kis rész, amivel tudjuk felvenni, illetve visszarakni. Van nekünk egy letámasztó részünk, ami így látható működés közben beépítésre került kettő darab hangszóró ide és ide, illetve itt látható a kivágás a kamerának. Természetesen ez eléggé megvastagítja nekünk a készüléket, de hogyha egy külső hangszórót akarnánk magunkkal vinni, az se lenne kevesebb. Még hogyha itt megnézzük belülről, akkor pedig ide került egy USB-C típusú csatlakozó, amivel tölteni fogjuk tudni az eszközt. A termék két színben elérhető el, az itt látható fekete mellett van még nekünk egy fehér is, és hogyha jól tudom, akkor 79-99 dolláros áron lehet ezt megvásárolni. Nézzük még meg akkor gyorsan, hogy hogyan szól. Látható, hogy felhelyeztük, itt fel is ismertem nekünk a készülék, és hogyha szeretnénk zenét hallgatni, csak éppen kínai van nekem a telefon. De ez a max hangerő, nem tudom, hogy mennyit hallhatni belőle, de igazából egész jó. Ez lett volna tehát a JBL-nek a Soundboost nevezetű modulja a Moto Z Play-hez, innen a 2017-es Mobile World Congressről. A Tech Videót néztétek, én Svet Zsolt voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!